260 négyzetméteres a most átadott új szolgálati épület. Itt lakik majd Nagy Dorog és Bikács házi orvosa a családjával. Az ingatlan minden igényt kielégítő, a melegről és a hűvösről hőszivattyú gondoskodik, de padlófűtés is szolgálja a használók kényelmét. Az épület stílusa külsőleg makovec elemeket tartalmaz, 216 négyzetméteres és egy 56 négyzetméteres terasz társul hozzá. Az ingatlan megépítésére 380 millió forintot költhetett az önkormányzat a Magyar Falu programnak köszönhetően. Süli János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a pályázat kiíróinak az volt a szándéka, hogy a kis településeken olyan háziorvosi szolgálati lakások épüljenek, amelyek akár 50-100 év múlva is képesek lesznek betölteni a funkciójukat. Olyan épületek jöjjenek létre, ahol az értelmiség szívesen fog vidékre költözni, szívesen végzi a munkát, és ilyen épületekben gyerekeit szívesen fogja fölnevelni. Zsiko Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke arról beszélt, Nagy Dorog az elmúlt években látványos fejlődésnek indult. Ha Nagy Dorogon végigmegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy egy óriási dinamizmus van a településben. Egy ilyen kisvárosi életérzése is lehet annak, aki itt Nagy Dorogon jön, megy, vagy itt él. Egészen elképesztő, azt gondolom, az az elmúlt éves fejlődés, amit itt tapasztalhatunk, szóval látszik az, hogy jó gazdája van a településnek. A szolgálati ingatlan egyébként épp szemben helyezkedik el a háziorvosi és a fogorvosi rendelővel.